A koronavírus járvány ideje alatt nagyon sokan önként kezdtek el mosható textil szájmaszkokat készíteni. Az egészségügyi intézményeknek többen ajánlottak fel ásványvizet, péksüteményeket, gyümölcsöt és ebédet is, de akadt példa arra is, hogy kürtös kalácsot adományoztak a kórház dolgozóinak. Az adományok eljuttatásában több civil szervezet és a lakosság is részt vett. Mondhatnám az egyes szociális intézményeket is. Az összefogásról a Keszthelyi Önkéntes Központ szervezésében a Hétköznapi Hősök a Maszkok Mögött című konferencián számoltak be. A központ munkatársai az elmúlt két évben számtalan intézménnyel dolgoztak együtt. Jó érzéssel tölti az embereket, hogyha valakin segíthet. Maga a támogatót, meg a rászoruló pedig úgy érzi, hogy nincs egyedül a problémájával, és van, aki mellé áll, aki érzelmileg támogathatja őt. A pandémia alatt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat gondviselésházának munkatársai üzemeltették az élelmiszerbankot. Átlagosan napi 75 csomagot állítottak össze a rászorulóknak, de más területeken is segítséget nyújtottak. Tulajdonképpen a csekkbefizetésben vettünk részt, azon kívül minden, ami aki fölhívott, és aki bármit kért, bármit szeretett volna megoldani, azt mi mindent megtettünk. Tehát mi kaptunk egyébként a Málta központból maszkokat, természetesen ezekből is tudtunk néhányat továbbadni, illetve a szállításban segítettünk, hiszen a támogató szolgálatunk az továbbra is működött. Az önkéntesek munkája a konferencián is megköszönte Nagy Bálint polgármester. Mint fogalmazott, az erős közösségek mindig az önkéntességen alapulnak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a keszthelyi emberek véghez jutnak, mert azt gondolom, hogy egy kisváros vagyunk, alapvetően költségvetési szempontból sem vagyunk messziről sem egy jó módú város, egyelőre még, de azt gondolom, hogy amit a keszthelyi emberek tettek, az annyira példaértékű, és annyira fontos, hogy erre ezt megbecsüljük és köszönetet mondjunk. A polgármester hozzátette, az önkéntes konferencia arra volt jó alkalom, hogy a járvány alatt megélt tapasztalatokról beszéljenek a megjelentek. Az esetleges második hullám esetén így mindenki felkészültebben tud tevékenykedni.